Úgy tűnik nem figyeltem eléggé oda. Itt van a honlapja a játéknak, a Crash Bandicootnak, a Team Rumble van itt felül. Na de figyeljük meg, hogy mi van a háttérben, egy kék háttér, ez semmi extra. Na de rámegyünk konkrétan a Crash Team Rumble oldalára. Ott görgetünk a háttérbe itt ezt a képet. Hát ez csak a pálya, ezt már láthattuk. Itt egy másik pálya, ez a galériás, ezt láthattuk. Itt csak vannak ilyen ikonok. Hoppá! Egy pillanat, jobb egér gombot nyomunk, aztán a kép megnyitása új lapon, és ez a kép így néz ki. Na de ez nem is lenne olyan nagy extra, hogyha nem vehetnénk észre különböző tárgyakat, amiket én kiválogattam, összegyűjtögettem, mert vannak ismétlődések, és ezek szerintem karakterekhez köthetőek. Kik ezek a karakterek? Ezt magyarázd meg nekem. Menjünk szépen sorba. Első kis cuckó. Na szerinted ez kié? Egy nadrágról van itt szó. Ez nem másé, mint Crash komájé. Ez a nadrág, ami Crash-en van rajta. Szerintem eléggé hasonlít. Másra nem gondolok, hogy ki az, akinek ilyen nadrágja van. Mi a következő tárgyunk? Ez a tárgy egy ilyen digitális eszközöcske, valamike. Ez szerinted kié lesz? Hát bizony, Kokóról találtam egy ilyen képet, ami elég jól mutatja, hogy a kezéből, amikor megtámadják, kiesik, mert nála van ez a laptop, de a Crash 4-be is tapasztalhattuk, hogy az a laptop nála van, csak most ez így más szögbe, tehát hogy az a laptop az csak más... Okay, szerintem mehetünk tovább. Ez vajon kié, ez a cucc valami kötél, meg egy lakat van rajta, vagy mi lehet? Én találtam egy ilyen képet. Ez nem másé, hogyha ismeritek a játékot, ez a Tavnáé, őt is már felfedték. Tavnának van ilyen eszköze, ez a grapple, ezzel tud ő kapaszkodni, kötél, és szerintem elég jól illeszkedik oda. Tehát ezek a tárgyak köthetőek egy-egy karakterhez. Nézzük tovább, mert szerintem vannak itt még érdekességek. Egy N betű? Kié lehet ez az N betű? Hát csak nem bizonyos Cortex, csak nem bizonyos Cortex, dehogy nem, hát ez Cortex papáé, ő is benne volt az előzetesbe, nem nagy extra. Következő tárgyunkat nézzük meg, ez micsoda, milyen rakétavető, kilövő vagy fegyver? Hát szerintem tudhatjátok, hogy mi ez, vagy ki ez, ez itt bizony Dingodálnak a fegyvere van itt, szerintem innen majdnem ugyanaz a szögből tartja, csak itt másik irányból van, másik kezébe. De a lényeg, hogy ez Dingodál, akkor akit mondtam már előre, az az Embryo-é lesz, hát itt van a kis lötyike. Szerinted Embryo mivel szórakozik? Ezt dobálgatja, ő az, aki hozza mindkét kezébe, összeönti, összecsapja, és akkor lesz a nagy embrió is, gondolom én. Na volt még egy karakter, aki szerepelt az előzetesbe, aki szerepelt itt és bemutatkozott. Ennek a denevérnek még nincsen úgy konkrét neve, én szerintem, viszont találtam egy ilyen tárgyat. Ez a tárgy szerintem az övé, ha bár mondjátok meg ti, hogy ez az övé lehet-e. Nézzük meg összehasonlításképpen, van ilyen tárgy ezen a karakteren? Van valami? Én itt találtam, a farkán itt van ez az ilyen karperec, vagy farokperec, mert nem tudom ezt hogy nevezzük. De úgy gondolom, hogy ez is ilyen dísz, mint ott a fülébe, ilyen piercingek, fülbevalók, aztán egy ilyen bőr öv van rajta, farmer, az úgy ki van szakadva, öv, szóval szerintem az így hozzá tartozik, tehát ez lenne az akkor ez ehhez a karakterhez. Volt még egy karakter nekünk, az Entropy, méghozzá a nő nemű változata, és akkor tőle tudjuk megfigyelni. Tényleg volt egy ilyen kard, és észre is lehet venni a hasonlóságot a kard között. Azért mutatom ilyen tüzetesen meg, mert a helyzet az az, hogy találtam még egy kardot, ami nem nagyon hasonlít erre. Tehát ezért mondom, hasonlítsuk össze, hogy ez tényleg az övé lesz. Tehát ez az övé, mert van egy másik kard is, ami szerintem az nem ugyanaz.
és ez nem az övé, nézzük meg ezt a kardot, ugyanúgy felnagyítom. Tudom, hogy a háttér színezet az egy kicsit másabb, de nézzük meg közelebbről, itt tudjuk középen, mert a foglalat rész az nagyjából ugyanolyan, nagyjából, de ott is van különbség, tehát itt egy hullámos részlet van. Itt van egy ilyen keresztkötés, ami szerintem itt ezen van keresztkötés, ezen valami más karikázás lehet. Szerintem tudjátok, hogy ki az, az az eredeti Entropy, a férfi a mi univerzumunkból, azért csekkoljuk le, érkezik majd akkor az eredeti Entropy is a játékba? Crash Team Rumble nem csak azzal a 8 karakterrel fog elindulni, szerintem, és itt látod az alján ugyanúgy a kis óra és a közbezártság, én azt mondom, hogy ő is szerepelni fog. A következő kis ikon, amit észre lehetett venni, az egyértelműbb, egy ilyen rakéta. Na kinek van ilyen kis rakéta? Hehehe, itt bizony Engine Comának. Ez az, ami ott a fejében van, és ő nem is tud róla. Szerintem ő is érkezni fog. Jönnek már a karakterek. Bővül szépen ez, ahogy kell. Találtunk és mutattam is a videó elején egy TNT-st. Ez úgy konkrétan karakternél nincsen, de karakterhez köthető. Ha ismeritek a Crash 1, 2, 3, CTR, Crash Bash, akkor a TNT-ről Ripper Ru jut eszedbe, ő az, aki ezt dobálta, ahogy ugrándozott, hagyta magut után, nitrókat hagyott, TNT-hez valahogy a robbantáshoz mindig volt köze. Na de, találtam még, és amiket még találtam, az egy szárny. Ez egy elég érdekes szárny, mert gondolhatnánk, hogy akkor az a karakter, aki jön újdonságképpen, övé lehetne, de hogyha megnézzük közelebbről, a két szárny különböző, tehát itt hosszabb és karmos a vége, sőt még ott úgy felül is. Na kinek van még szárnya? Toys for Bob! Ezt nem mondd el senkinek, de mintha le is lehetne cserélni, simán oda lehetne szerkeszteni, és ez egy az egybe Spyro-nak a szárnya, de meg is nézhetitek az eredeti formát és ezt a formát is. Szerintem ez vagy az első szezon, vagy egyből már benne lesz, mert nézd meg, az a két szárny az ugyanaz, az ugyanaz. De találtam még dolgot, ez a medál, ez a nyaklánc, ez kicsoda vagy micsoda. Hogyha van Spyro, akkor van Myro, ki az a Myro, hagyjuk már. A legjobb Spyro játék, a Spyro 2, abban gondoljuk csak végig. És van ezen a Riptone, a szép fogán és orrán és szemén kívül valami esetleg? Ja, hogy itt a jogar? Na jó, nem kötekszek. Észrevetted szerintem, ott van a nyaklánc, ott van a nyakék, a medál, ugyanaz a forma, ugyanaz a nyaklánc. Riptow is szerepelni fog valamilyen formában a Crash Team Rumble-be. És ez még nem minden, és most jöttök a képbe. Ti ugyanis bajba vagyok, mert amit találtam utoljára, arra ötletem van, de nem találtam semmiféle megerősítést. Ez egy levél, hogy ez a levél most akkor Elorae, ez a levél most Tiny Tigery, Pinstripe, Koala Kong, Papu, Willy Wumpa Chicks! Találkozunk legközelebb!